Menjünk egy picit a következőre? Ez azt mutatja, hogy a kiadás csökkentésnek mekkora az aránya a kiigazítási periódus egészében, és azt mutatja, hogy ez egy egészen elegáns arány. Még mindig azon az érvnél vagyok, hogy a kiigazítás alapvetően a ciklus egészében kiadás csökkentésből származik. Na, menjünk tovább. Hát ennek áldozata van. Növekedési áldozata. Ha kevesebb pénze van az embereknek, ha kevesebbet költ az állam, akkor nem megyünk vásárolni. Ha nem megyünk vásárolni, nem lehet annyi szolgáltatást és terméket eladni. Akkor akik ezt eladják, náluk nem képződik annyi jövedelem, azaz nem növekszik a gazdaság annyira. A nagy kiigazítások, azok mindenütt úgynevezett növekedési áldozattal járnak egy rövid időszakban, azaz a növekedési lendületedet fel kell adni annak érdekében átmenetileg, hogy megcsináld ezt a kiigazítást. Hozzáteszem, hogy a ma nagyon csodált Szlovákiával önök szerint mi történik a Mecsiári utáni időszak nagy kiigazításakor? Ugyan ez. Természetes módon. Természetes módon. Azt tudjuk még, hogy nem ilyen brutális ez a költség, ez a növekedési áldozat. Eltűnt az ábra. Mert ez 2002-re terveztük. Ugye az első negyed év ki tudja, hogy mennyi volt. Vizsgaidőszakban, nem kell újságot olvasni. 2,8. A kutatóintézetek többsége, vagy talán mindegyik azt mondja, hogy nagyjából ott lesz ez 2,5-3% között. És akkor nézzük meg a következő ábrát. Itt hagytuk abba egy évvel ezelőtt. Azt mondtam, hogy kollégák, baj van, be kell avatkozni. Most mondjuk a görbéket eltoltuk egymástól, de azt mondtuk, hogy lehagyta a növekedést a fogyasztás és a reálbér növekedés. Muszáj lesz visszavinnünk. Elindul egy kiigazítási periódus, és nagyjából itt találkoznak. Ez van 2010-ben. Ez képezte a hiányt, ez képezte a problémát. Össze kellett tolni ezt a két állat. Természetesen senki nem szereti. Ez az időszak a jövedelmek stagnálása, vagy a csökkenésének az időszaka. És nagyjából mikor indul el a növekedés? 2008 környékén. Mindig azt mondtam, jönni fog két év, aminál láttunk már könnyebbet. Na, menjünk. Azt hiszem, az utolsó ábra ebben a körben, infláció, ugyanarról a történetről beszélünk, egyetlen egy példa. Amikor leépíti többek között az állam az ártámogatásokat, ugye most tettünk ilyet példának okáért az energiaártámogatásoknál, gázról fogunk beszélni a végén, akkor hirtelen meglódulnak a fogyasztói árak, hiszen kijön belőle a támogatás, sőt, maguk nagyon zokon fogják venni, vagy zokon veszik, hogy például a közlekedési ártámogatásokat is csökkentettük, és ettől drágább lett az önök bérlete. Azt gyanítom, hogy nem is nagyon kedvelik ezt a fejleményt. Ez jelentős inflációs hatású, de erre is igaz, mint korábban a növekedési áldozatra, hogy átmeneti időszak, elkezdődik a kiigazításkor, és elindul lefelé. Meg akartam kérdezni, hogy mennyi volt önök szerint az utolsó nyilvánosságra hozott inflációs adat, de most már nem kérdezem meg, mert olyan dolgoztak az én kollégáim, hogy ugyan tegnap hozták nyilvánosságra, de ott van már májusnál az a 8,5, és valóban azt mondják, hogy decemberben ez 4,5, és jövő év végére fejből mondom, azt mondjuk nagyjából, hogy 3-3,5% lehet az év végi. És akkor körülbelül ott vagyunk, amit szeretünk volna. Na, menjünk. Ez már több. Tudják, hány ábrát láttak eddig? Majdnem a felét. Nem? Harmadát? A kettő között. Kössünk kompromisszumot. Strukturális kérdésekről fogunk beszélgetni. Ez már kicsit izgalmasabb, mint az eddigi. Arról szól, hogy mit kellett ehhez tenni. Azt kérdezte rektor úr, hogy hol a pénz. Ezt az önök nyelvén úgy fordítjuk, hogy hol a lé. Most arról fogunk beszélni, hogy hol a lé. Hogy milyen strukturális, szerkezeti átalakítások nyomán lehetett ezt a kiigazítást megtenni. Több területet érintünk. Nem akarom eltitkolni, hogy a legnagyobb kiadáscsökkentés jelen a közszféra átalakítása. Minden 100 forintunkból majdnem 20-at a közszféra finanszírozására fordítottunk. Ugye 19-et. Ha összehasonlítjuk az európai országokkal, akkor ez egy kiugróan magas arány. A közszférában persze sok mindenkit értjük. Értjük a minisztériumi dolgozókat, fogunk róla beszélni, de értjük
az oktatást is, értjük a szociális intézményrendszert, értjük az egészségügyet is. Látták korábban az államköltései nagyjából ezekről szólnak. Ha valahol meg akarsz takarítani, márpedig azt mondják, hogy kiadás kell csökkentsél, akkor csak itt tudsz megtakarítani. Nem tudsz hova máshova menni. Valóban arról szól, menjünk vissza, arról szól ez a program, hogy nagyjából 4% pontnyit, ez körülbelül, aki tudja, hogy a magyar GDP azon 25 ezer milliárd körül lehet, ez 1000 milliárd forinttal csökken a közszféra finanszírozása ebben a 4 évben. És akkor menjünk tovább, és ennek az egyik eleme az, hogy hogyan változik a létszám a közszférában. Egy-két rövid ábrát fognak látni. Menjünk egyel vissza. Azt látják, hogy a költségvetési és társadalombiztosítási szerveknél, tehát egy nagyjából egy 4-5% fejben számolva, vagy inkább 5-6, a helyi önkormányzatok nem ilyen bátrak. Ugyan sokszor panaszkodnak. Ha időnként nézik a parlamentet, azt hallják, hogy azt mondják az önkormányzatok, hogy nagyon nehéz a dolguk. De van ott 500 ezer ember, 530 ezer ember, és alig 3%-ot, kevesebb, mint 3%-ot sikerült nekik megtakarítani 1 évben. Míg a politikailag sokkal érzékenyebb központi igazgatás is. Ott mindenkinek van valami ismerőse és barátja. Egy embert el akarsz küldeni, 2 emeli fel a telefont. Még ott is sokkal többet sikerül elérni ebben az időszakban. Menjünk tovább. És egy viszonylag jó szerkezetű létszám csökkenés indul el, vagy foglalkoztatottság szerkezetváltozás. A vállalkozások növelik a foglalkoztatottságot, a költségvetési intézmények általában már csökkentik 4%-kal. Az előző ábrának a két száma közötti arány ez a 4,2%. Mondtam, hogy önkormányzat 2-3, központi költségvetés 5-6, ez a 4-2. A közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás a legközepe, amire legkönnyebben van egyébként, mondom, azt nekem hatásom, hát ott látszik, volt is hatásom, vagy 9%-kal csökkent a létszám. A minisztériumokból 1 év alatt 8000-ből nagyjából 6000 fős létszámot csináltunk. Nem túl nagy fejszámolás ez, lényegében 25%-os létszámcsökkentés. Anélkül, hogy lenne nagyon hosszú munkatapasztalatuk, a többségüknek nyilvánvalóan nincsen, most készülnek arra, muszáj elképzelniük, hogy csinálod az elmúlt évek egyik legnehezebb programját. Közben benne vagy az elmúlt évek egyik legbonyolultabb politikai verekedésében. Erről beszélünk ma a legkevesebbet. Elindítasz átfogó reformokat, a közszférában is majd indítasz reformokat, és eközben minden negyedik embernek meg kell, hogy köszönjen a munkát, és közben nem kevesebbet kell elvégezni az igazgatásnak, hanem többet. Ezt csináljuk meg 1 év alatt. Miközben 15 éve mindenki arról beszél, hogy mekkora a bürokrácia, most 1 év alatt fölülről lefelé 25%-kal csökkentjük ezt. Menjünk tovább. De közben hozzányúlunk a költségvetési intézményekhez. Egy nagyobb minisztériumban az ember nem tudhatta pontosan, hogy hány költségvetési intézmény, alapítvány, KHT, és még nem tudom, mi tartozik hozzá. Burjánoztak évek óta. Fogtuk magunkat, 1 év alatt ebből a 400-ból 173-at csináltunk. Nagyon nehéz feladat ez. És nem csak azért, mert kevesebb az igazgatósági tagság, a kuratóriumi tagság, az sem kényelmes. Különösen az igazgatóknak, meg a kurátoroknak. Azért nem kényelmes az a dolog, mert közben a munka, amit végeznek, akkor a többségét el kellett végezni. Ez már szerkezeti átalakítás. Ami a legfontosabb, a magyar közigazgatás történelmi hagyományai alapján elsősorban úgy működik, hogy attól függ a jövedelmed, hogy hány éve vagy benne az igazgatásban, és mész előre. Úgy mondják, hogy nagyon merev a rendszer, a magyarban is most már használják ezt az angol kifejezést, hogy nagyon rigid, vagy rigid, ahogy az angol mondja. Így van. Jó vagy rossz vagy, meg sem mérik. Sok minden véd téged, sokkal több védelmet kapsz, mint azok, akik a piacon vannak. A jövedelmed ma már nem sokkal alacsonyabb, mert hogy volt ez a bizonyos 50%-os béremelés. Nem éri meg nagyon jól dolgozni sem, mert nincsen érte nagy hála. Jön Szetei Gábor, a kormány új személyügyi főnöke, nagy multinacionális cégtől, és azt mondja, hogy azt fogjuk tenni, amit tesznek a britek, a németek, meg a franciák. Kinyitjuk ezt a rendszert, levegőssé tesszük, elkezdjük mérni a teljesítményt, és aki jobb, az többet fog kapni.